Az országos figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 7 nap alatt az országban közel 50 ezeren fordultak influenzás tünetekkel orvoshoz, az előző heti 31.330 fővel szemben. Sós Zoltán nyíregyházi házi orvos rendelőjébe is sokan megfordultak az elmúlt napokban. A helyzet az, hogy valóban nagyobb létszámban látunk mi is a praxisba bejelentkező, ellátásra jelentkező betegek között már influenzás betegeket is, mert inkább az a jellemző, hogy felső légúti vírusos, esetleg bakteriális fertőzéssel jelentkeznek. Annyira sok nagyszámú influenzás beteget én még nem láttam a praxisban. Tudtommal igazából a influenzaszerű megbetegedések emelkedése miatt a kórházban már részleges látogatási tilalmat rendeltek el. Miközben az influenza fertőzés és egyáltalán a felső légúti vírus fertőzés terjedése az megelőzhető lenne, legalábbis a tovább terjedése. Nem létezik olyan módszer, amivel a megfázás teljes bizonyossággal megelőzhető lenne, de mégis tehetünk a kockázatok csökkentése érdekében. Az influenza ellen azonban létezik védőoltás, melynek beadásával megelőzhető lenne a betegség. De ha valaki mégis az alternatív gyógyulást választja, több módszerrel is csökkentheti a megbetegedés veszélyét. Oda kellene figyelni a személyi higiénére, minél gyakoribb kézmosás az fontos volna, illetve a gyakori közös használatú tárgyak, kilincsek, bögrék, evőeszközöknek a rendszeres fertőtlenítésére, illetve tisztítása. Ez segített a fertőzésnek a tovább vitelének megakadályozásába, illetve a szervezetet fel lehet készíteni a fertőzés leküzdésére, vagy hát, hogy ne is kapja el az ember a megbetegedést. Nyilván megfelelő antioxidáns hálózat megerősítése, a C-vitaminok, esetleg vírusölő hatású készítménynek, echinácea, grapefruit cseppek, beta-glükán tartalmú táplálékkiegészítők, jó bőséges folyadékbevitel. A folyadékbevitel az segít abban, hogy ha már egyébként a vírusfertőzés tüneteit látjuk is magunkon, annak lefolyása minél enyhébb legyen. Viszont ha már a vírus tüneteit észleljük magunkon, érdemes minél hamarabb az ágynyugalmat választani. Célszerű használni a patika készítményeket, torokfertőtlenítőket, forró italporokat. Amennyiben a tünetek nem javulnak vagy erősödnek, esetleg láz jelentkezik, érdemes az orvos felkeresni.